Itt egy gombaház épül. Jelenleg ki vannak már ásva lyukak, ez nem nagyon fog látszani a felvételen. Ez csak egy 150 négyzetméteres épület lesz. Itt fognak tanulni az emberek, mert később, ha elnyerjük azt a pályázatot, azt a pénzt, amivel megépülhet egy hatalmas gombaház, oda már olyan emberek kellenek, akik ismerik ezt a technológiát, hogy hogy lehet gombát termeszteni. Ez a kis húsfeldolgozó kis üzemnek egy része. Saját nevelésű sertések lesznek itt feldolgozva. Itt levágni nem lehet, erre vannak szabályok, és ezért gyönkre lesz szállítva, ott van egy vágópont. Utána fél sertésként kerül ide, és a dolgozók itt dolgozzák fel. Ez a rész savanyító és gyümölcsfeldolgozó lesz. A nyersanyag a túlsó oldalról jön be, ott kerül be az előkészítőbe, ott lesz tisztítva, mosva. Itt lesz feldolgozva, és a következő helység pedig már egy tárolása lesz, tárolása, csomagolása lesz kialakítva, és onnét a túlsó ajtón lesz egy rámpán keresztül rakodva teherautóra. Ahogy látható volt ez kezdetben, ennek az épületnek szinte csak a főfalai maradtak meg, azon kívül minden kicserélve, új beépítve, ugyanúgy a nyílászárótól kezdve burkolatok, az egész mennyezet le lett bontva, a tető kicserélve, a tetőnek a faszerkezete megmaradt részben, de többnyire újból lett építve minden. Mikor maga ide a faluba beléptem, most ez hihetetlen, mert én azért szexáról csöcsem, otthon dolgoztam, mint takarítanő 10 évig, szóval városi szinten éltem. És akkor ide becsöppentem, akkor éreztem azt, hogy én itt vagyok otthon. Szóval tényleg akkor az ember a gyökereihez is mindenki nehezen változtatnak, szóval nem tudnám elhagyni a falut. Nagyon nagy valami neked, talán egy lottó, de akkor is azt mondanám, hogy itt vagyunk mi otthon. Ez a miénk, a gyerekek ide születtek, akkor nem ilyen volt, mikor én 10 éve ide beléptem. Egy hangos, egy ordibálós, egy semmi nem volt, egy unatkozó gyerekek voltak. Volt nekünk is rossz, mert ott laktunk még a régi házunkban, még picik voltak a gyerekek, de akkor is, akkor még nem tudtunk elmenni dolgozni. Akkor volt, mert kevesebb volt a fizetés, kevesebb volt a gyes. Én is a kórháznál dolgoztam, mint takarítónő, és onnan mentem el a 3 gyerekemmel a gyesre. Én onnan kaptam Dombóváró a gyest, ott dolgoztam. Úgyhogy 4 évig dolgoztam a kórháznál, mint takarítónő az urológián, és én onnan mentem gyesre, és úgy sikerült ezt a kis házat megvenni szószportra. Máskülönben mi is ott voltunk, de amúgy különben akkor még nem volt az, hogy annyira segítettek volna, de most már igen, sokat fejlődött ez a falu. Nyomorúság volt a cigának, itt nem volt élete. Én amire emlékszek még, abban az időben hát nagyon sok volt a munka nélküliség, mert tényleg csak gazdaságok, téjeszek működtek, és csak oda tudtak az emberek elhelyezkedni. Az, aki nem dolgozott, az 30 nap után kényszermunka, vagy mit tudom én, ilyen is véle volt abban az időben, de olyan nem volt, hogy az én apám volt a gazdaságokban is volt. Anyukám az mindig háztartásban volt, 13-an vagyunk testvérek, abból vagyunk talán 8-an, valahogy így vagyunk már, többi az már meghalt. Ott az élet az más volt, mert faluba az asszonyok úgy keresték a melót a házaknál, hogy tudjanak
tudják a gyerekeket fönntartani. De miután már mi iskolásak lettünk, akkor bejöttünk a faluba végül is már, és még az volt a jó, hogy itt volt ez a kollégium, ahol most van az öreg otthon. Ott voltak nevelők, Szöstranár bácsival voltunk állandó jelleggel, az volt a mi felügyelőnk, és elsőskorunk óta itt jártunk 8. iskolába, kollégiumba. Meg volt az étkezés, meg volt a tisztaság, meg volt a tanulás, meg volt minden. Nagyon jó volt itt gyerekként, mert igaz, hogy nem volt annyi játékunk, de viszont, hogy mondjam, mikor akart az ember ma este fele a szülőkkel, tudtunk játszani, már elmentünk a Köves útra, de az nem Kövesföldes út volt. Szóval ott a szülőkkel együtt vagy fociztunk, hát labdánk nem volt, ronyból csináltuk a labdát, és ott elkezdtünk focizni, futkároztunk, fűcsomóba dobáltuk egymást. De úgy volt, hogy apraja, nagyja, a szülők, felnőttek, mindenki. És hát, az nagyon jó. Mostanában ilyen már nincsen nagyon. Nagyon az emberek így közösségben nem voltunk így annyira, mert a felnőttek azok dolgoztak. Több volt a munkahely, mint most. Szerettek elmenni dolgozni. Így a gyerekeknek iskolába kellett menni, ha már régebben nem ez volt a törvény, ugye már muszáj volt az embereknek elmenni dolgozni, a gyerekeknek iskolába volt muszáj menni, már különben voltak olyan, hogy megszűnt ez vagy az. A családi pótlékot nem kapták a szülők, vagy netán börtönbe küldték a szülőt, hogyha nem ment a gyerek iskolába, nem tudta fizetni. De viszont mikor volt Ürgeváron is ez a munka lehetőség, meg rengeteg helyen voltak, elmentek az emberek, és szerettek, és jól éltek, meg kertet gondoztak, állatokat neveltek, mindenük így megvolt. Aki nem tudott így elmenni más helyekre, akkor házhoz mentek el dolgozni. Megélhetéssel nem volt gondunk. Munkalehetőség az én gyerekkoromban szinte csak a termelőszövetkezet volt, és az erdőgazdaság, hát csak az erdőgazdaságban kevés lehetőség volt embereket alkalmazni, tehát nem olyan sok ember dolgozott, mint az úgynevezett TSZ-ben. Hát a TSZ megszűnte után sokat romlott a helyzet, földek nagy része magánkézbe került, a szövetkezet sokkal kevesebb embert alkalmazott, ezután korszerű gépekkel sokkal könnyebben megoldanak dolgokat, és hát sok embernek nem jutott munka, és ez az évekig tartó lehetetlen állapot, én úgy gondolom, hogy az embereket is megváltoztatta. Tehát ma olyan helyzet van, hogy embereket vissza kell szoktatni a munkára, mert nem úgy van, mint régi, hogy minden reggel megjelentek munkára, hó végén fizetést kaptak. Az 50-es években már a falu sorsát eldöntötték, hogy ezt el akarták sorvasztani. Tehát ezért volt ez a sok nem teljesített dolog, hogy csak ígéretek voltak villanyra, utakra, mert hát szándékosan a paraszt emberek egyszerűen nem fértek bele a kommunista elképzelésekbe, mert a paraszt ember tud önálló lenni. Tehát őt nem tudták úgy felülről irányítani, mint például az ipari munkásokat, dolgozókat. És hát ez megint csak a faluk árára volt. Megértsük, hogy Gyulai most milyen helyzetben van, azt, hogy körülbelül a második világháborútól kell kezdeni. Akkor ez a település is megszenvedte a harcokat, de igazából a probléma gyökerei azok néhány évvel későbbre nyúlnak vissza. Itt a legkomolyabb problémák azok a 50-es, 60-as években kezdődtek, és indítottak el olyan folyamatokat azok az évek, amelyek Gyulajt egy elnéptelenedő, elszegényedő pályára állították. Ez egy nagy paraszti község volt,
ami Tolna megyének ezen a része nem ritkaság. Itt a szomszédos települések közül jó néhány, 2-3, sőt 4 000 lakosú település volt a 20. század elején, 19. század végén. Jó minőségű földekkel. Gyulai különösen egy gazdag település volt. Nagy határral, 30 aranykoronát meghaladó átlagos minőségű szántóföldekkel, sok erdővel, sok legelővel, itt nagy állattartás volt. Ez a fajta átalakulás a 60-as évekre jelentős elnéptelenedést indukált, de tényleg egyik évtizedről a másikra a falunak a negyede elköltözött, majd egy következő évtizedben egy másik negyede, hihetetlen mértékben csökkent le a népességszám. Ugye itt helyben nem nagyon voltak munkahelyek, egyedül a termelőszövetkezet maradt meg, mint nagy foglalkoztató, aki abba belépett vagy akar dolgozni, annak volt munka, aki nem, az jobban tette, hogyha elköltözött. Sokan elköltöztek, ugye a falunak az intézményei azok még egy darabig maradtak, de már a 70-es években nagyon erősen fölmerült az is, hogy a tanácsot is körzetesíteni fogják, az iskolát is elveszik a falutól. Ami mind-mind abban az irányba hatott, hogy itt aki jövőjét tervezte fiatal, az nem itt képzelte már el a boldogulását. Innen mellé, az elvándorlás mellé bejött egy bevándorlási folyamat is a 60-as évek végétől, mégpedig az erdő szélén, főleg a falu szőlőhegyén élő beás cigány családoknak a beköltöztetése kezdődött meg, aminek olyan 68-tól a 70-es évek közepéig voltak az utolsó hullámai, hogy volt a csúcspontja. Ez nem érintett nagyon sok családot, de akkor ugye az volt a politika, hogy a putrikat föl kell számolni. Ezeknek a cigány családoknak is iskolát hoztak létre, előbb Szőlőhegyen, majd itt bent a faluban. És az ő beköltözésük is vetett olyan hullámokat, amelyek régi gyulai családoknak az elköltözését indukálták. Igazából ez egy érdekes folyamat volt, mert pontosan nem tudjuk a részleteit, hogy ki miért mit döntött akkoriban. De nagyon úgy tűnik, hogy egyrészt se a cigány családokat nem kérdezték meg, hogy be akarnak-e jönni a faluba, és ha már igen, akkor ebbe a faluba szeretnének-e beköltözni. Se a még itt élő paraszti lakosságot nem kérdezték meg, vagy nem készítették fel arra, hogy a velük egyébként nagyon régóta kapcsolatban lévő cigány családok most hirtelen a szomszédjaikká válnak, és hogy ebből ne legyenek konfliktusok, vagy az együttélés az tudjon működni. Hát sokszor nem tudott működni, ezt be kell látnunk. Ebből rengeteg konfliktus volt, mind a mai napig is rengeteg konfliktus van a két névcsoport között. Annyiban változott meg már a történet, hogy ma már paraszti családok leszármazottai alig-alig élnek Gyulajon, és a falu lakosságának a gerincét a beköltözött cigány családok leszármazottai alkotják. Ilyen módon tulajdonképpen egy lakosságcsere is lezajlott Gyulajon. Amit mi dolgozunk, mi abu gazdálkodunk, és ameddig tudunk, azt mi behosszuk magunknak hónapról hónapra, úgyhogy nekünk nincsen olyan problémánk, hogy most nem tudjuk beosztani, vagy mit tudom én, mint a bárki. Azon vagyunk, hogy legyen a családunknak, az unokánknak, úgyhogy mi, amiben tudjuk, segítjük a unokánkat is, fiamat is, mert az megnősült. Van két szép unokám, úgyhogy mi, amiben tudjuk, őket is segítjük, meg még az én kis családomat, ameddig tudjuk, tartjuk, nincs semmi probléma úgy. És nagyon jó polgármester asszonyunk van, mert mindenkinek, akin tud segíteni, mindenkinek munkát ad, és aki egyszer kap munkalehetőséget, mindenki azon van, hogy menjen dolgozni. Én is azon vagyok, hogy a gyerekeknek jobb legyen, mint nekem. Sajnos én nekem nem volt se gyerekszobám, se semmi majdnem. És hála jó Istennek, hogy kitértem abból a nyomorúságból, amiben én lettem. Anyukámék is nagyon szegények voltak, a betevő falatért, azoknak is nagyon sokat kellett szenvedni. Én azon vagyok, hogy az én gyerekeim ezt a lépcsőfokot ne lépjék túl. Polgármester asszonytól arról annyit, hogy
mindenkinek munkát ad. Négy kézlábba emelkedik ez a falu, az ő keze által. Pályázatokat nyer, az óvodát felújította, az utakat megcsinálja, járhatók az utak. Én azt mondom, hogy ez a falu, ez sokat fejlődött. Sokat fejlődött. Amióta Marika néni a polgármester asszony. A mi életünk, a mostani, az meg, amit én átéltem, az most így jó. Ahogy most, amióta Marika néni van, azóta zajlik az élet, mert azelőtt nem igazán tudok. 2002-ben meghalt a férjem, én azután még özvegységén voltam, árvaellátáson, most 2012-ben meghalt a fiam, a Robi, és azután kezdtem el dolgozni, mert addig nem dolgozhattam, mert nyugdíjas, állítólag nyugdíjas voltam, és azután kezdhettem el a munkát. Inkább többen úgy gondolják, hogy nem megyek el dolgozni, nem csinálok semmit. Itt mondjuk, majd elmegyek, más megtermel, elmegyek és ellopom. És nem így kéne gondolkodni, hanem az, hogy igenis, vagy elmegyek tanulni, vagy elmegyek dolgozni, de valamit kezdek magammal, vagy rengeteg itt az üres föld, meggazdálkodom, bevetem akármivel, és csinálok valamit, de sajnos nem. Én mondhatom azt, hogy most már 3 éve itt a Gyulai Hivatalnál dolgozom, mint közmunkafoglalkoztatásban. Az mellett itt a nagy földem, meg itt van a kis konyhai kertem, ebben gazdálkodunk szépen, közben állatot is nevelek, meg vannak disznók, csibék, kacsák. A gyermekeimet tanítatom ugyanúgy. 6 gyermekem van, abból már 2 nem él velem, sőt, van 3 leányunokám is már. Ez a falu megcsöndesedett. Ez nem arról szól, hogy a kékfényben benne vagyunk. Tudunk beszélgetni, van egy társaságunk. Nem ordítunk, nem balhézunk, nem kiabálunk, nem... Mert ez még ez volt. Tehát mitől lenne ilyen? Rengetegen dolgoznak az önkormányzatban, rengeteg tanfolyam indul. El vannak fáradva az emberek, nem érnek el egymással, szerintem. Szóval a fölösleges energiát valahol levezetni, gyereknek is, meg nekünk is. Várjuk ezt az üzemet, hiszen van mit várni. Indul egy nagy üzem, hogy végigjöttek a falun. 13 savanyítós meg lett oktatva, 6 hónapos oktatás. Köművesek lelettek, és mindenki várja, majd én bekerülök. De ezelőtt, mint 5-én majd megkapjuk azt a 22-et. Szóval eddig csak ez volt. Szeretem ezt a falut, remélem egy pár évet még élek ebben a faluban, tudom gyarapítani az államot. Van egy kis jószágom, kis izók, mindennapi betevő falatomat 2 kezemmel keresem meg. Én is beteg voltam egyszer nagyon, feleségem is, sajnos kaptam egy szívinfarktust, már bevágott a fa. De hálát adok a jó Istennek, hogy itt vagyok, és szeretném építeni ezt a Magyarországot. Tényleg javult sokat, nagyon sokat javult Gyulai, amióta Marika néni van. Ez a hentes üzlet is, ahogy beindul, a savanyító üzem is. Én szeretnék ott dolgozni. Én szeretnék. Mert végigcsináltuk, végig tanultuk az 5 hónapot. Szeretnék ott dolgozni. Nagyon kemény volt a meló. A Málnába is, a Bodzába is, a Barackosba is nagyon kemény volt. De szeretünk ott dolgozni. Tudjuk, hogy mi csináltuk. A mi munkánk, és nagyon szép. De tényleg úgy van vele az ember, mert ha visszanéz az ember a Málnába, vagy a Bodzásba, vagy a Barackosba, végignézi, és végiglás azokat a tiszta sorokat, azokat a szép veszőket a Málnába is végigfűzve. Nagyon szép. Nagyon-nagyon gyönyörű minden. És azt mi tudjuk, hogy a mi munkánk, ez a mi érdemünk, ezt mi csináltuk. Mi erre vagyunk büszkék. Mi azért nem is hagytuk abba. Nagyon sokszor azt mondtuk, hogy felmondunk, mérgesek voltunk, fáradtak voltunk, de nem hagytuk abba. Könnyebb lesz a falunak így, mivel itt a Pergeháznál vannak a disznók, ugye ez a falujé. Itt azért talán, hogy helyben vannak az állatok, helyben megteremtettük ugye a fűszerpaprikát hozzá, minden. Így talán lehet az, hogy mi magunk
belesegítsünk, vagy elkészítsük, aztán itt a faluba el tudjuk adni a húst. Vagy, hogy hozzájusson az ember. Ne kelljen a városokba elmenni, hanem itt helyben az ember hozzájusson egy kis húshoz. Szerintem többen is szeretnének ebben, mivel tanulták is. Főleg nők tanulták tavaly, tanulták a savanyúságot, úgyhogy szerintem szívesen elmennének dolgozni benne. A fiúk meg szerintem szívesen ellennének a hentes üzletbe. Remélem, hogy minél jobb és több minden lesz, de abban reménykedem legjobban, hogy nem csak a felnőttek számára, hanem talán még a gyerekek számára is jobb lesz a lehetőség, több foglalkozás lesz, és talán ebből a tudattal nem fognak itt hagyni minket a fiatalság, hanem itt maradnak, már lássák, hogy Gyulaj azért valamit akar, valami jobbat, szebbet, és remélem, hogy itt maradnak a fiatalság velünk. Én ezt látom, hogy egy dolgozó iskolázott falu lesz ez, és a cigányság ide beöregszik, mert azért mi be vagyunk, én nem változtatok helyet. Gyerekek azok könnyebben, de a gyökerekhez mi. Én azt mondom, hogy beüregedett falu lesz, ahol a mai generáció kilép innen, és nem itt fog. Ők csak hazajárni fognak ide, mi hozzánk. Én ezt szeretném, én azt mondom, hogy 10 év múlva ez egy okos, értelmes falu lesz, ahol rengeteg érettségizett gyerekeink lesznek. És ez nagyon túlzás, nélkül merem mondani, hogy én ezt a jövőképet látom. Egy kicsit ez olyan tekintély jelleggel is bír, mert ez, én úgy gondolom, egy kis komoly cég lesz, ha nem is nagy létszámú, de itt igazából nagyon komoly munkának kell folynia. Pontos időben meg kell jelenni, nagyon tiszta munkát várnak el tőlünk, mert hát élelmiszerrel dolgozunk. Hát ahogy én gondolom, biztos, hogy keményen kifogok a mellett tartani, hogy itt mindent az előírásoknak megfelelően csináljuk. Ha ilyen sok pénzbe kerül, és komolyan kialakítunk valamit, akkor nem fogom engedni, hogy lezüljön. Gyulajnak az egy jelentős problémája, hogy itt a rendszer tűnt el a falu életéből, és szétesett mindenféle struktúra, ami régen működtette ezt a települést. Szétestek a családok, szétestek a szomszédsági viszonyok, szétesett a települési kohézió, egymásra mutogatás volt a jellemző, és még sokszor ma is az. Ki a hibás azért, hogy ez a falu ilyen helyzetbe került? Elidegenedtek az intézmények sokszor a falu lakosságától. És igazából nem volt közös útkereső is kifele. Mindenki tette a maga dolgát, és boldogult, ahogy tudott. És itt ez a jellemző, sokszor ezt kell visszafordítanunk, hogy ne csak magaddal foglalkozz, ne csak a saját dolgodat tekintsd, hanem próbálj meg a többiekre is ránézni, és a többiekért is cselekedni. Ez nyilván ez egy nagyon lassú és gyötrelmes folyamat, de látjuk azért az eredményeit. Azt hiszem, hogy ez a fő kihívás, hogy ezeket a törésvonalakat, ezeket valahogy újra összeforrasszuk, és próbáljuk meg kisimítani ezeket a hullámokat, amik itt szétverték ezt a falut. Készült a Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Egyesület megbízásából a Széchenyi 2020 program támogatásával.